Több mint 200 táncos elevenítette fel a téli-tavaszi ünnepkör jeles napjainak szokásait a Jókai Mór Művelődési Központban. Az Erkel iskola második önálló néptánc bemutatóján a legkisebbektől egészen a búcsúzó nyolcadikosokig mindenki színpadra lépett. A bemutatóra verbuválódott népi együttes kíséretében többek között a balázsolás, pünkösdőlő, szentiváni tűzugrás hagyományai jelentek meg, melyeket az irodalom szakkör tagjai csúfolódókkal színesítettek. Pápaváros főterén déli 12 órakor harangszóra érkeztek meg Miskolc mellől Diós Jenőről a rendészeti szervek fáklyás futói, akiket dr. Áldozó Tamás alpolgármester, illetve a Bala Róbert téri iskola és a fogyatékosoknak közé otthona fogadott. Június 10-én indultak útnak és 14-én érkeznek meg Szombathelyre a sérültek olimpiájára, ahol a pápaiak is jó eséllyel indulnak. Közel 4000 mártír halált halt pápai és pápa környéki zsidóra emlékeztek a megjelentek a zsidó temetőben, ahol Kis László, a pápai zsidó hitközség vezetője, Tóth Emil főkántor éneke, majd professzor dr. Schöner Alfred emlékezett a múltra a jelen segítségével. A megemlékező gyászünnepélyen első alkalommal volt jelen Izrael állam magyarországi nagykövetségének delegáltja. Az emlékezés a tiszteletadás jelei a szertartás végén az emlékműnél elhelyezett kövek üzentek a jelenből a múltnak a pápai zsidó temetőben. 10 éves a német nemzetiségi csoport, ez alkalomból rendezték meg a programot. A napra meghívták a Veszprém megyei német nemzetiségi óvodapedagógusok munkaközösségét, pápai óvodák szakembereit, illetve pápaváros vezetőit. Egy hosszú folyamat eredménye, amit ma itt a vendégeink láttak. Gyerekek nagyon sok mindent tudnak, német nyelven sokat értenek. A sárkánymese bemutatásával indult a nap, majd a Rozmarin csoportos kisgyerekek az udvaron előadták a projektzáró műsort, mely a Minden madár társat választ, Lakodalom egy sváb faluban címet viselte.